Sziasztok, minden, ami külföld. Mai nap folyamán Fokföldre fogunk elutazni. Köszönöm, Nóra, a lehetőséget. Én nem is szeretnék sok mindent mondani, hogy hogy jött neked ez, hogy ide költöztél, miért is döntöttél így. Úgyhogy szeretném, hogyha bele is vágnánk, és elmesélnéd, hogy mégis hogy kerültél oda. Szia, Nóra! Sziasztok, Sasvány Nóra vagyok, és 2015 óta Fokvárosban élek. Ez úgy alakult, hogy megismerkedtem az én drága férjemmel, aki most már a férjem, egy nagyon helyes csávóval Budapesten, mert éppen ő odahaza tartózkodott, és akkor egymásba szerettünk, és akkor így történt, hogy én végül is 2015 pont 5 évvel ezelőtt költöztem szeptemberében, mindjárt szeptember van, költöztem ki hozzá Fokvárosba, előtte már jártam itt korábban is, ő vele is voltam itt 5 tavaszán, és korábban, meg évekkel korábban jártam Dél-Afrikában, meg Botswanában is, úgy akkor voltam itt Fokvárosban is, és azóta itt élek, és itt próbáltam meg kitalálni magamat újra, miután elköltöztem Budapestről. Említette, hogy ugye előtte már azért jártál ott rövidebb időre. Mégis mennyi idő volt neked a felkészülés? Azért mégse azt mondjuk, hogy ugye egy másik városba költöztél egy országon belül, tehát hogy mennyi volt így a felkészülés, és mennyiben segített az, hogy tulajdonképpen, ha jól értettem, akkor ugye a férjed már ott élt? Igen, a férjem 25 éve Fokvárosban él, amúgy ő is magyar. Így nekem sokat segített, hogy ő itt volt, mert hogy mindenben tudott támogatni, hogy hogyan kell itt, hogyan telepedj, tehát hogy ő ismerte a terepet, nem kellett külön kitalálnom, hogy hogyan lesz vízumom, meg hogy hogyan fogunk itt élni. Azt persze ki kellett találnom, hogy én mit fogok csinálni, mert előtte is elég aktív ember voltam, és hogy mikor ide költöztem, azért ez alapvetően megváltozott. Sok mindenben tudott segíteni az itteni beilleszkedésbe, de hát mondjuk azt, hogy neki volt 20 év forja velem szemben, és nekem pedig a saját életemet kellett megtalálni, hogy az én lényem is itt jól érezze magát, hogy találjak barátokat, hogy legyenek kapcsolataim, hogy megtaláljam azokat az eseményeket, helyszíneket, amiket én szeretek. És ez azért eltartott egy ideig, legalább azt gondolom, hogy egy olyan másfél-két év volt, mire igazán kezdtem itt magam otthonosan érezni. Már nem úgy jöttem, hogy jaj, visszajövünk haza, vagy vissza Magyarországról, hanem úgy, hogy fú, de jó, akkor most megint itt vagyunk, és hogy ez milyen szuper, és hogy már így voltak emberek, barátok, akik visszavártak, meg projektek, és akkor így sokkal könnyebbé vált az élet, mert ugye azért az sokat számít, hogy valahol csak úgy vagy pedig része vagy egy ottani, az ottani társadalomnak, közösségnek, vannak kapcsolódási felületeid, pontjaid. Úgyhogy így nem volt, nem azt mondom, nem ez volt az életem legegyszerűbb váltása, még akkor is, hogyha volt mögöttem támogatás, meg van is, tehát hogy így a mai napig, hogyha ilyen nagyon hivatalosba kell átmenni, akkor mindig a férjemet kérdezem, hogy na, akkor ezt most hogy csináljuk, mert ő az, aki ismeri a terepet, meg ő az, aki ilyen kettőnk közül ilyen nagyon szisztematikusan mindig utána néz dolgoknak, hogy csökkentsük a hiba lehetőséget, és vagy nem tudom, hogy csak magunk között szórakozunk, hogy ugye azért így van egy-két bökkenő, amikor az ember külföldre költözik, mikor nagyon jól felkészül, akkor is érhetik meg váratlan helyzetek vagy meglepetések. Előtte te huzamosabb ideig éltél már máshol külföldön? Igen, én több helyen éltem már a nagyvilágban, egészen fiatalon mindig elmentem, aztán visszajöttem, tehát egy ösztöndíjra, vagy egy gyakornoki pozícióra voltam, a gimnázium és az egyetem között voltam au pair az Egyesült Államokban, akkor utána az egyetem alatt minden nyáron, vagy 3 nyáron át Angliában dolgoztam egy nyelvi táborban, aztán az egyetem után voltam az UNESCO-nak gyakornoka a Dominikai Köztársaságban egy fél évet, meg voltam ösztöndíjon Németországban, meg és utána dolgoztam egy, még nem tudom még hol, még jó pár helyen, és akkor utána pedig a munkás éveim az akkor részben
Magyarországra kötnek, de közben voltam dolgoztam lent egy EU-s projekten Skopjében, Macedóniában másfél évet, úgyhogy így rutinos költöző vagyok. Azért ez elég sok ország, elég sok lehetőség, elég sok mindent gondolom láttál. Viszont az lenne a kérdésem, amit ugye nagyon fontos, hogy mennyire látod azt lényegesnek, hogy valaki azt a nyelvet beszélje, amilyen országba ugye költözik, ahol ugye ott mindenképpen, mit tudom, most mondok valamit, Angliában mondjuk például az angolt, vagy Ausztráliában az angolt, tehát hogy mennyire látod fontosnak, hogy milyen szintű nyelvtudás kell legalább ahhoz, hogy az ember tényleg jól érezze magát és tudjon érvényesülni. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy vannak országok, ahol ez elengedhetetlen, hogy beszéld az adott nyelvet, mert különben nem fogsz boldogulni, tehát mert hogy annyira hozzá vannak szokva. Például az angolszász országok én szerintem tipikusan ilyenek, mert hogy nem túl rugalmasak abból a szempontból, hogy valaki nem beszéli a nyelvüket, mert hogyha nem beszéled a nyelvet, akkor sokkal hátrányosabb helyzetből indulsz a helyiekhez képest. Azt gondolom, hogy vannak országok, akik viszont, amik ilyenekre gondolok, a skandináv országok vagy Németország, hogy ha ott nem beszéled a nyelvet, azért tudsz boldogulni mondjuk egy angollal. A Dominikai Köztársaságban ott szerencsém volt, mert az UNESCO-nak ugye az angol, angol, francia, spanyol, arab, meg talán még a kínai az hivatalos nyelve, és én ebből beszéltem. Tehát én beszéltem akkor már spanyolul is, és ezzel jól csak nem a helyi flasztert, úgyhogy ezt úgy tanulnom kellett, de hogy, és a munkanyelv az angol volt nagyjából, de hogy ott is voltak így, ott is a nyelv az igazán meghatározó volt, mert hogy az is számít, hogy ugye, hogy az ember, hogyha nem beszéli a nyelvet, akkor nem kevésbé tud kapcsolódni, vagy beszélgetni a helyiekkel, több erőfeszítést kell tennie, akkor sokkal inkább azzal a csoporttal tölti a szabad idejét, akivel tudja. És mondom, tehát hogy én azt gondolom, hogy jó, ha egy ilyen erős középszinten, inkább felsőfokú szinten az ember beszéli már a nyelvet, és akkor utána arra már csak építkezni tud. De ez változó, mert én szerintem ez abban a szempontból is, hogyha az ember fiatal, akkor úgy sokkal gyorsabban magába szívja, felszedi, rugalmasabb, kevésbé zavarja a hibákat vét nyelvben, pedig a nyelvtanulásban az elengedhetetlen. Ahogy telik az idő, úgy válik egyre fontosabbá az, hogy maga gondolsz, hogy jó, akkor most már ebben a korban már jobbnak kell lennem. Itt Dél-Afrikában ezt az országot ebből szempontból nagyon szeretem, mert itt én ugyan elég jól tudok angolul, de hogy itt majdnem mindenki két nyelvű, vagy több nyelvű, sőt több nyelvű, hiszen az emberek többsége beszél angolul. A hivatalos, összesen az országban 11 hivatalos nyelv van. Az, hogy mi a hivatalos nyelv, az tartományonként változik. Nálunk itt Fokföldön, Nyugat-Fokföldön három hivatalos nyelv van, az angol, az afrikaans és a kosa. A kosa az pedig az afrikai, egy bantu törzsi nyelv. Nagyon hasonlít a zuluhoz, avval a különbséggel, hogy mint kosa, tehát kosa. Vannak a csettintő hangok benne, amit ha nem jól csettintesz, mert pedig én bizonyára nem tökéletesen csettintek, az különbözteti meg az itteni törzs használja ezt a nyelvet. De ezen kívül jól boldogulsz az angollal, hiszen az angol, ha valakinek nem az első nyelve, akkor bizonyára a másik. És ez így jól megy neki. Viszont akkor ezek szerint te azért elég komoly szintű angol nyelvtudással mentél ki. Ja, hát én azt gondolom, hogy bár mostanában vannak néha ilyen kétségeim, amikor ilyen rétegszavaknak a jelentését nem tudom, hogy még van hova fejlődnöm, mert ugye az embernek mindig van, az anyanyelvi szinten is gondolom, mert a magyarban is, hogyha valaki egy műszaki szöveget rak az orrom elé, vagy egy orvosi szöveget, akkor nem biztos, hogy minden szót tisztán értek, ugyanez van. De van olyan például, mondjuk így a helyi növény- és állatnevekben jobb vagyok angolban, és mindig így ma mindig így kicsit, hát nem is tudom, így szégyenkeznem kell, hogy nem mindig kapásból jutnak eszembe a megfelelő magyar szavak, mert hogy azokat itt tanultam meg, és hiába van az, hogy néha, például van egy ilyen nagyon helyes kis állat itt, a dasi, ez a
hivatalos magyar neve az Afrika mormotája. Na most ezt, ha ezt mondom valakinek, akkor semmi, tehát nagyon kevesen fogják azt mondani, hogy a Rockhyraxre gondolok, az a latin neve Hyrax, vagy mindegy, attól függ, hogy ejtett ki. És, de hogy ez a például, ez egy itteni a sziklákon élő kicsi emlős állat, ami ráadásul az elefántnak a legközelebbi rokona. Wow. Tény is az, hogy ez úgy néz ki, mint egy ilyen nagyobb macska, vagy egy nagyobb nyúl, ilyen rágcsálóféle, és van is egy ilyen vicces képem az Adó Nemzeti Elefántparkból, ahol van egy nagy elefánt csontváz, és mellette oda van rakva ilyen kis minibe ennek a Tassinak a csontváza, és tényleg is valahogy így látszik, hogy csontanilag így teljesen megegyeznek, de közben meg méretbeli különbségek vannak köztük. Úgyhogy visszatérve arra, hogy én elég jól tudtam előtte is angolul, én angolul dolgoztam az életem folyamán viszonylag sokat, úgyhogy ez a rész nem okozott nehézséget, ugyanakkor azt kell mondjam, hogy azért a dél-afrikai angol az különbözik a brit és az amerikai angoltól is, hiszen ugye itt a brit befolyás előtt a holland telepesek voltak azok, akik alapították az országot, és nekik köszönhetően az afrikaans nyelv és a holland nyelv alapjaira épülő nyelv, ami valójában az összes ideérkező bevándorlónak a nyelvét magába foglalja, mert vannak benne, találhatóak benne portugál szavak, német szavak, francia szavak, maláj szavak, és persze kölcsönöz a helyi kosza nyelvből is, vagy a szánból. Úgyhogy ez egy ilyen keverék nyelv, aminek az ismerete azért néha segíti az embert, legalább ha túl. Azt tudja mondani, hogy bocs, de nem beszélek afrikánszul, az már eléggé ilyen, hogy is mondjam, tudod, ilyen jégtörő szokott lenni az emberek között, mert hogy bemegyek valahova, akkor úgy nézek ki, mint egy fehér afrikáner leszármazott, és akkor így mondják nekem, hogy hozzám szólnak, és akkor mindig mosolygok egyet, és mindig mondom, hogy bocs, de patni afrikánszni, és akkor így tudják, hogy jaj, biztosan. És akkor így mindenki sokkal komfortosabban beszél velem angolul is, mert legalább tettem egy gesztust, hogy megtanultam ezt az egy fél mondatot. Ugye sok ország azért magyar állampolgárok számára mai napig ugye vízumköteles. Ez nálad hogy alakult? Mit kell erről tudni? Neked volt-e ilyen kötelezettséged? Igen, a magyaroknak is van vízumkötelezettsége 30 napon túl, tehát ha turistaként utazol Dél-Afrikába, akkor 30 napot vízummentesen tölthetsz itt. Ha hosszabb időt szeretnél itt tartózkodni, akkor a budapesti Dél-Afrikai Nagykövetségen lehet beszerezni 90 napos vízumot, és akkor, hogyha az ember még többet szeretne itt tartózkodni magyar állampolgárként, akkor amikor az országon belül a bevándorlási hivatal egyik ilyen vízumügynökségénél kell bejelenteni ezt az igényt, és akkor elbírálják az alatt, amíg itt tartózkodik, hogy maradhat-e még hosszabb, még 90 napra tudsz hosszabbítani. Ennél hosszabb idejű itt tartózkodás az csak ilyen speciális módon lehetséges, hogy vagy ideiglenes itt tartózkodási engedélyed van, vagy munkavállalási engedélyed, tehát hogy az már nem a turista kategória a Dél-Afrikai Köztársaság szabályai szerint. Ha jól gondolom, akkor ugye a férjed miatt ugye úgynevezett partnervízum? Igen, én most itt partnervízummal vagyok, és van ilyen munkavállalási engedélyem hozzá, hogy így jelenleg egyszerű mondani. Ez idő alatt hányszor voltatok otthon? Mi nekünk van egy megállapodásunk, én most mondanám, hogy most itt a járvány alatt már egy éve nem voltunk otthon, ezt egy kicsit nehezen is viselem, mert hogy én azt szoktam mondani, hogy július-augusztusra hazautazunk, a férjemnek szerencsés módon a munkájában kifolyólag tud távmunkába dolgozni, és akkor az történik, hogy ott Magyarországról dolgozik távmunkába, én meg július-augusztusban meg itt nincsen szezon, úgyhogy
kevesebb látogató érkezik, magyarok nagyon minimálisan, vagy én még nem tudok, kétszer volt olyan megkeresésem, hogy júniusban jöttek volna vendégek, de hogy július-augusztus itt a téli időszak, az esős időszak, most ugyan azt látjátok, hogy gyönyörűen süt a nap, de hogy ez egy ilyen, ettől még nincs olyan banánérlelő hőség, csak szépen süt a nap. Tegnap például, ha tegnap beszélgettünk, akkor zúgott volna az eső, de orkán erejű szél süvített, úgyhogy ezért a téli időszak, ez most nekem is az első tél, amit Dél-Afrikában töltök, tehát hogy nem tudtunk hazautazni. Úgyhogy mi általában így magyar nyárra megyünk haza 2 hónapra, illetve hogyha, és minden második évben pedig karácsonyra is, mert azért a karácsony délen, azt szoktam mondani, hogy jó, nagyon jó a karácsony délen, de ehhez születni kell, mert ha valaki tényleg ezt a forralt bort iszunk, a barátainkkal kesztyűben a bazilika előtt, meg korcsolyázni megyünk, meg nem tudom, sütiket sütünk, és nem tudom, ilyen meleghez kapcsolódó tevékenységeket végzünk, akkor azt itt nem kapja meg, mert itt legtöbben a medencéjükben egy koktéllal a kezükben töltik a karácsonyi ünnepeket. Fenyőfát nem vágnak ki, és nem másképp díszítik föl a teret, amennyibe feldíszítik, úgyhogy nekem mindig egy nagyon, nagyon érdekes, egy szokatlan élmény. Vagy úgy mondom, hogy van már nekünk is ilyen rituálink, meg van egy nagyon helyes helyi házaspárbarát, akik megszoktak hívni magukhoz karácsonyi ebédre 25-én, úgyhogy kapunk az itteni szokásokból is, de azért én szeretem, amikor a karácsonyt ezt egy ilyen hidegebb tájon töltjük. Kettő kérdésem lenne, aztán úgyis majd egy következő részben folytatjuk. Tudnál-e 3 olyan dolgot mondani, ami neked nem tetszik Fokvárosban? Az első az nagyon egyszerű, az a közbiztonsághoz kapcsolódik, és hogy nem lehet este hazasétálni. Tehát én ilyen sétálós típus vagyok, szeretem a várost így bejárni a saját lábamon, viszont Fokvárosban ez életveszélyes kategória, hogy sötétedés után még itt a belvárosi részen is, mondjuk így, vagy akár a kicsit lejjebb a városból hazasétáljak, mert hogy elég sok a hajléktalan, a kéregető, hát elég sokan élnek mély szegénységben, és akkor nem olyan egyértelmű, hogy az ember túlogjárva. Ez egyáltalán nem ez az első a listámon bármi. A többi, amit nem tudhatok, azt nehezen tudom összeszedni. Jó, megleptél ezzel a kérdéssel. Próbálok olyan kérdéseket föltenni, hogy akkor tényleg lássuk, tudod, a pozitív negatívat. Ezt tudom, hogy ez számomra ez a, hogy nem tudunk, hogy éjszaka, vagy így sötétedés után nem biztonságos hazagyalogolni, ez biztos. Talán még annyi, hogy így, ez nem az, hogy nem szeretem, inkább csak azt mondom, hogy ami szokott így hiányozni, a sütiknek a választéka, amit így Európában kaphatsz, itt elég, körülbelül 3-4 féle sütemény van szerte az országban. Azt ugyan jól csinálják, tehát hogy hogyha ezeket úgy szereted, akkor jól jelz, de amúgy nekem szokott hiányozni, mit tudom, egy finom eszterházi torta, vagy egy Rákóczi túrós, én ilyen szeretem a túrógombóc, tehát hogy ezeket nem kaphatod meg. Úgyhogy most ennyit tudok mondani, nincs a harmadik kapásból. Azért említetted, hogy haza szoktatok járni, és ugye voltatok is már többször akkor így ez idő alatt otthon, most sajnos ugye nincs lehetőség, de mégis mi az a 3 dolog, ami Magyarországra legjobban hiányzik, természetesen a család és a barátokon kívül? Mondanám, hogy a fürdők, azt akartam, hogy a Széchenyi fürdő, de lehet, hogy már módosítanék a bármelyik termálfürdőre Magyarországon. Én nagyon szeretek úszni, és a termálfürdőket is szeretem a télen, mikor télen az ember így nap hóesésbe kiül, mondjuk amit igazán szeretek, a Zsóri, meg mondom a Széchenyi, meg van a Velibei Budán, az egyik kis kedvencem így a téli estéken. Az hiányzik, tehát hogy az nekem hiányzik, szokott hiányozni az ilyen
Nem tudom, hogy ezt nem találtam még meg, mert ugye itt nem jártam egyetemre, meg nem itt jártam, nem ezek az intellektuális baráti körök beszélgetések így a mindenféle kultúrákon és csoportokon át. Ezt még így keresem, ahol így lehet ilyen analizálós beszélgetéseket folytatni, és nem csak arról beszélünk, hogy nem tudom, milyen az időjárás, és melyik nem tudom, tehát, hogy ilyen, hanem hogy egy kicsit így elmélyülünk abba, hogy milyen körülöttünk a környezet. Ez a fürdők, jaj, persze, és a nyomtatott ésem az, ami az élet és irodalom, amit ugyan olvasok online, de hogy így az a boldog szombat reggel, amikor az ember a kávéjával leül, és kiteregeti az újságot, és mondjuk másfél-két órát ott olvasgat, az nem ugyanolyan nekem a laptopom. Úgyhogy inkább ilyen élvezeti dolgok szoktak hiányozni, illetve az, hogy még nem, mondjuk én belvárosban lakom, és akkor így haza tudok sétálni, tehát hogy ez például egy ilyen, kiszellőztetem a fejemet, amíg a mozgásból a buletát, hogy így. Úgyhogy ezek, talán ezeket említeném meg inkább. A barátokon és a családon túl. Viszont nem bírom, hogy ne tegyem fel ezt a kérdést. Pont most nemrég volt egyik ismerősömmel, aki külföldön él, egy beszélgetés. Kíváncsi vagyok a te véleményedre, attól függetlenül, hogy ugye említetted, hogy magyar születésű a férjed, hogy szerinted te hogy látod így tapasztalatból, ha ismét párt választanál, hogyha lehet így mondani, akkor mennyire tartott fontosnak, hogy ugyanaz legyen az anyanyelvetek, vagy mondjuk esetlegesen, mert ugye mondtad, hogy azért neked nagyon jó az angolod, tehát hogy fontos szerinted, hogy a párválasztásnál ugyanaz legyen az anyanyelv, vagy esetlegesen akár azt mondod, hogy ez nem befolyásol és nem számítana a párválasztásnál? Én szerintem hát szerintem ez nem fontos. Tehát én azt gondolom, hogy ha a két ember megérti egymást, meg szereti egymást, meg van-e valamifajta közös hang, amiből ki tudnak alakítani egy jól működő kapcsolatot, és meg tudják osztani egymást érzelmeit, akkor én nem gondolom, hogy így, hogy annyira fontos az, hogy közös anyanyelvük legyen. Nekünk nagyon jó, hogy közös anyanyelvünk van, mert hogy én ilyen elég irodalmi típus vagyok, és ugye, és a férjemnek is nagyon, nagyon jó szép szókincse van, tehát annyira, ha hallod beszélni, nem mondod meg, hogy 25 éve külföldön él, és hogy konkrétan 30 éve él külföldön, előtte külföldön járt egyetemre is. Úgyhogy ő nagyon, nagyon szép és választékos a szókincse. Mióta együtt vagyunk, azóta a szlengje is egészen jól felfejlődött, mert hogy ő ilyen szebben, konzervatívabban használja a nyelvet, mint én. Majd fogalmazzunk így elegánsan. És jó, néha jó az, hogy az árnyalt kifejezési módokat könnyebb kifejezni, de az én baráti körömben van olyan, aki magyar és angol férje van, vagy dél-afrikai férje van, vagy vegyes házasságban él. Ott néha szokott jobban hiányozni az, hogy jaj, nem mindig minden egyértelmű, de hogy én azt gondolom, hogy alapvetően szerintem nem a nyelv az, ami fontos egy kapcsolatban, hanem hogy ilyen van-e közös hang. És még azt is mondanám, hogy mert hogy a férjem meg én, ugyan, hogy az Dél-Afrikában azt gondoljuk, hogy mi magyar, hogy azt gondolják rólunk, hogy ti magyarok vagytok, ti mindketten magyarul beszéltek, de hát azért valljuk be, hogy az is számít, hogy ki milyen háttérből jön, milyen kulturális közegből érkezik egy kapcsolatba. És én azt szoktam mondani erre, hogy én nekem sokkal fontosabb az, nekem nagyon sok nemzetközi barátom volt mindig is, nekem fontosabb az, hogy tudjak velük érdemben beszélgetni arról, hogy hogyan látjuk a világot, mint az, hogy most mind a ketten magyarul beszélünk-e vagy sem, mert tudunk beszélni angolul, franciául, spanyolul, németül, amihez éppen kedvünk van. Tehát, hogy így, hogy én nekem inkább az a fontos, hogy ez a szellemi kapcsolódás meglegyen, mint az, hogy most magyarul beszél-e valaki, vagy sem. Köszönöm szépen, hogy akkor elmondtad a véleményedet, és köszönöm ugye az eddigi tapasztalatokat. Hamarosan folytatjuk, mert akkor beszélgessünk arról, hogy is találtad meg magad, és hogy mit is csinálsz ki most. Köszönöm szépen, szia-szia! Köszönöm. Ja, én is, szia!